Ha végeztünk a bevételzéssel, akkor ezek után nyomtathatunk a polcunkra címkét, vagy magukra a termékekre is, akár egyesével. A listák, címkelyomtatások, kattintok. Ennek a bizonylatnak minden tételét felhozza a program, valamint megadja, hogy abból most készleten összességében mennyi van. Ha változott a beszerzés és a fogyasztójárunk, megtehetjük, hogy az összes terméket átcímkézzük, nehogy az történjen, hogy érkezett mondjuk most 10 darab ebből a termékből, megváltozott az ára, és a, a régi 15 darab az viszont kint van a polcon teljesen más áron, hát a vevőink biztos az olcsóbbat viszik, de esetleg reklamáció lesz, hogyha a drágábbat számlázzuk. Így megoldható, hogy ha ide egyet kattintunk, akkor mind a 25-ről nyom címkét, de azt is megtehetjük, hogy csak egyről akarunk, mert mondjuk a polcra készítjük ezt a címkét. Tehát itt átírható a mennyiség, ha kattintunk, akkor az egész raktárkészletet átemeli a nyomtatandó darab számba. Hogyha ezzel megvoltunk, a címke formáját kell csak beállítani. Jelen esetben itt egy vonalkód nyomtató zebra gép üzemel, amire aztán kiküldi a nyomtatást, és nagyon gyorsan kinyomtatódnak az etiketek. De lehet lézer is ilyen A4-es matricás lapra nyomtatni. Most egy ilyet állítok be, és azt mondom, hogy rendben, és itt láthatjuk, hogy hogy nyomná ki a nyomtató ezt a címkét, ezek utána felragaszthatók a polcra, vagy a termékre.